Na csá, csomi csődész, a csokoládés, traktorkerék, szavaztok papikáim, képer jelentkezik a következő Farming Simulator 15 gameplay-jel. Na gyerekek, hoztam magammal modokat, gondolom a leírásban lehet, hogy már ugye meg is tudtátok, hogy milyen modot. Picit a mikrofonon állítok. A franc egye meg ezt a mikrofont, hát hogy lehetne belőni, úgyhogy normálisan legyen. Na, jó, nem nagyon zörögtem? Egy kicsit ajtottam a mikrofonon, remélem nem húztam ki, azt végigdumálok itt egy órát, úgyhogy nem hallatok semmit. Na, figyeljetek, hoztam velem magammal a modokat. Ugye írtátok, hogy ez nagyon szenvedős lesz ezzel a traktorral, mert ugye nagyon lassú. Az a baj vele, hogy nagyon lassú, meg nagyon erőtlen. Többen írtátok, hogy rakjak be újabb traktort. Azt a régi Zetort kerestem, basszus, körülbelül egy órán keresztül, mint ami régebb volt a sorozatomban, és nem találom meg. Azt annyira szerettem, mint az állat, és nem találom meg. Szóval, többen írtátok az ifát is, ifát találtam jót, mármint jó lerobbant, szar, otvar, lerohadt, dög ifát, amit be fogunk rakni, és akkor azzal fogom hordani akkor ugye a gabonát, kapásból akkor bevásárolunk, hát sajnos megint a pénzköltés van, ugye? De ugye szükségünk van rá. Nézzük át a garázsban milyen cuccaink vannak, esetleg nincs olyan, amire nincs szükségünk. Hát, el lehet adni ezt az egy marhát? Bála villa kell, ez kell, ez kell, igazából. Jaj, a dutra mi? Vagy, ja. Nem tudom ám egyébként, nagyon hangos az a nagy bajom vele. Egyébként a lajta kell, ugye, ez is kell, ez is... Na, ez a bálahordó... Nagyon sok értelme nincsen, de igazából eladni sincs értelme. Jó, igazából egy darab, kettő darab traktorom van. Ja, írtátok, hogy miért nem használom ezt? Hát azért, mert igazából ezt izére akarom használni. Rakodásra, tudjátok. Na. Akkor mutatom, hogy milyen ifát hoztam magammal. Én magammal, ilyen jó ledruhat, csofat, ifák a gyerekek. És viszonylag jó is volt az ára, azt néztem. 8500 literes. És viszonylag olyan kis kellemes árban van. Mármint ez szerintem nem vészesen alacsony, úgyhogy ezt meg is vettük. És van ám ehhez, pak. 10 tonnás. 15 tonnás. Aha. Azt hiszem, melyiket vegyem meg? Ezek sincsenek olyan nagyon túlárazva, úgyhogy egész jó. Kellemes. Nem tudom, melyiket vegyem meg egyébként. Ez ugye akkor csak annyi 5000 literes, 10000 literes, 15000 literes. Ez meg 10000 literes, csak annyi, hogy ponyvázott. De hát az nekem nem kell, ugye? Vegyünk egy ilyen nagyot. Most indult egy 80-as MTZ a szomszédban. Megvegyük a 15000 literest? Igazából az meg lehet, hogy nagy, de hát a nagy az nem árt. Jó, akkor megvettük ezt. És akkor kezdjük ám az aratást ezerrel. Ja, hát itt meg az a problém ugye, hogy idehoztuk, aztán nem lehet aladni. Ja, el is feledkeztem róla. Kimegyünk innen az MTZ-t. Annyira szeretem ezt az MTZ-t, nem... Jaj, az a baj, hogy lassú, igen. Erőtlen lassú. De nagyon imádom egyébként. Jó, és az MTZ-vel akkor elkezdünk ám más munkát közben. Akkor most ugye üríteni az ifával majd fogok tudni. És az MTZ-vel lehet, hogy neki kell kultizgatni. Bár a Rabensteiger kéne ugye a kultizáshoz. Jó, hát ezt a pótot ezt le kéne kapcsolnom itt. Aztán akkor ezt is elhúzni majd a izével. Ezt ismeritek, amikor oda megy oda-vissza izéhez a... Zenészhez a kocsmába, hogy... Házunk előtt van egy kocsi, Gani, el tudnád húzni? Nem volt vicces, de hogy is nem, na. El kéne indítani a izéket. Pazze, azt hittem, hogy izé, hogy nem mentettem, vagy valami, nézd, azt innen kezdődik. Menjél te is, Mari. Jó van, jó vagytok. Na, ilyen az ifa, gyerekek, megtekintjük. Le van harcolva keményen V50L. Érdekes, V50L-nek van írva a címkézre, de ez nem egy L-es verzió. Ugye az L az hosszú platós, hát ez baromira rövid platós. Így néz ki a ide is. A pautkocsi. Be van barulva az ég, gyerekek, nem ámazaratás, kibaszik velünk az idő. Gyerek, ezt így mondják. Nem ám kibaszik velünk az idő, nem finomítják. Nem ám, hogy ennyi lehet, hogy rossz lesz az idő. Ja, rajzs.
Ha megyünk 10, akkor ez összesen közel 25 ezer liternyi cucc. Már húzni is kell bele, mert... Látok. 55%-on van, úgyhogy csapjuk neki, gyerekek. Belső nézete azt néztem, hogy baromi jó, fordulatszámmérő is működik, meg a izé is működik, a kilométer per óra jelző is működik, meg gondolom akkor a többi is működik. Csapjuk neki, gyerekek. Hát ez jó, le van útva, rohadva, nem baj, az a jó. Remélem nem bugos, nem lesz vele semmi gond. Szép az ifa, na. Szép a rozsdás ifa. És ez tényleg ugye az a jó, hogy gyorsabban tudok majd haladni. Csak viszont a forgalomra baromira kéne figyelni majd, mert ezek nagyon köcsögök. Előzünk, 50 nem megy az ifa, gyerekek. Na, ma jó. Jobb, mint a 25. Ugye 25-re tudtunk menni idővel csak. M10 éve. Előzünk, még beférünk. Vissza kettő padlógaz, vagy valami csoda, nem tudom mennyi ma. Kéken rendesen. Nem, de lehet előzgetni is azért a forgalmat. Jó, ez szerintem jó lesz nekünk. Ugye? Nem merek előzni, mert nagyon szűk itt az átkelő. Jó, széles az ifa, gyerekek. Mennyi van tömeg ma, amit tökör részül előttem. Duda halok, na. Mi a fasz, hajókürt? Jaj, ne, piros, ne. Ne bazz, hallod? Na, 4%, mert a sorompó, vagy piros jelzésre nekimentük. Oda nézedik, ha sárvédőgumik hogyan libegnek, lobognak. Nagyon le van animálva. Na, animal cannibals, menjünk, man. És belsőbe is. Hát nem tudom, láttam már jobb ifát is, de azért elviselhető. Vá, gyerekek, fölön át, nem? Nem tudom, mennyire törik, zuzódik majd. Nem rossz ez az ifa, de. Jó van, hát erre volt pénz. Olcsó ifa van. Le van harcolva. Kicsit hengerfejes, kicsit minden baja van, de azért jó. Mennyi? 75-87%. Ó, micsoda légfék hang volt, gyerekek. Finom az. Ne, hogy fölakadj, fönn akadj a sinen, bazd be. Megakadt a sínek. Ne! 10% gyerekek! Na jó, ezután normálisan közlekedünk, ahol kell, basszus, mert ez így nem lesz nekünk jó. Ja, ezután normálisan közlekedünk. Jó, ezt leürítem, megyünk a másikhoz, mert az meg 95%. Aztán ez a föld lefogy, szerintem meg lesz a lábának az ára. Hát még 200 ezer ugye, 200 ezer. Azt utána akkor IH tárcsa, meg ugye nagyvető. Szóval igazából arra gondoltam, hogy akkor ezt a földet meg is munkáljuk a rábával, ha már egyszer van nekünk ez a marha nagy földünk. Jó, nagyon figyelni kell erre az ifára, mert ugye pótkocsi fönnök ott a sinen. Ilyenek azért nem lennének rosszak, hogyha nem húránk instant meg. Egyébként még egy forsütet vennék, az sem lenne hülyeség. Ezekkel már, úristen, mekkora ez a föld, gyerekek, nagyon brutális. Azon filózok, a pótkocsit itt hagyom most. A gyerekek, hány? Ja, a pótkocsi miatt olyan sok. Oké, okay. Ez mennyire ürített ki? Föl kéne vennem a pótkocsimat. Ugye van még egy. Ott van a MÁV-nál, úgyhogy pont a föld másik felén.
A MAV-nál van. Elmegyünk oda. És akkor fölvesszük azt a félig, vagy teleportkocsit, az MTZ-set. Aztán akkor elviszük az összeset. Jó gyerekek, elviszük minden együtt eladni. Megpróbáljuk. 4%, 10%, figyelni kell erre. Hát ez sem megy túl gyorsan egyébként, az az íze is 51 a max. Az ifa, hát ez le van pattam vagy pizit. Ó, oh, de jó a tükör. De az már annyira nem. De ez jó, ez jó. Ebből még simán tulatni is tudná, ugye. Gyerekek. Micsoda izeik vannak? Kíjek vannak. Izei van, légfék hang van. Pontosan a kanyarban, mert pótkocsiba vagyunk. Jó, itt kicsapunk. És akkor valahol itt a MAV telep. Valami szerepné a cicereg. Ilyen szerintem valami levegő, vagy ilyesmi lehet. Azt a forgalmat erősen gondolkozok, hogy kikapcsolom komolyan. Csak azért, mert jó, annyira idegesítő és teljesen irreálisan közlekednek. Jó, fasz. Néha olyan nehezen megy az ifa, miért megy olyan nehezen az ifa? Valahol be kéne őket sorolni, ezeket a pótokat. Itt nem tudom, van-e valami. Na, itt ez a földön besorolom őket, jó? Kihozom a izét is. Ezt elviszünk mindent egyszerre, de már nézd meg, már 28% gyerekek a izé. Azt a pótot még el akarom vinni mindenképpen. Lehet, hogy ezt a pótot, meg azt a pótot kéne elvinnem, azt meg itt hagyom. Azt itt hagyom, gyerekek. Kb. Idáig fognak elérni szerintem a izék, a kombájnok. És akkor itt meg is fogjuk tölteni. Jó, ezt így elvisszük. 17500 liter, gyerekek. Kiveszi legjobban azt? Azt nem tudom, vágjátok-e? Nem, én egyébként, én nem. Kukorica. Kovács József, az meg azt hiszem pont a, ugye, jaj, az benn van ott. Jó, mert ifával azért könnyebb lesz ki evickélni onnan szerintem. Jó, nyomjuk neki. Erre a piros lámpára nagyon kell figyelni. Mert instant neki mész, hogyha izé van. Pirosra vált, akkor itt lesz egy ilyen láthatatlan fal. Ez a pórkocsi is össze van törve, jó van. Majd kell egy nagy javítást csinálni itt, gyerekek. Na izé, cannot read name, az is össze van törve. Nem tudja kiolvasni a nevet. Azt írja. De jó, tök jó, izé, fordulatszám, mire nagyon jó, gyerekek, már majdnem pirosba vagyunk. Pörög a motor, meg csettek, zuhog, de már izé, de még mindig. Mindig 50-re megyünk, mi? IFA sofőröknek, Szilárd Niklé, nem nézed a sorozatot? Az IFA sofőröknek mindig a jobb fülére meg szoktak siketinie. Mert ugye, ezért van, itt a motore, ebbe a kotlába, itt ez ilyen bőr alatt. Gyerekek, mi a szar van? Állj már. Figyelj, de nem akar fölkapni a izére az aszfaltra. Mi a fasz? Olyan magas itt az aszfalt. Állj, kapjál már föl rá, várj egy kicsit. Na, nem akar, ne, jártok, ne, basszus, nem akar fölkapni az aszfaltra. Hiába forgattam balra a kormány, nem történt semmi se. Na gyere, 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 bazzal, hol, meddig tudok menni én meg? Gyere, nem érzem ezt az ifát. Ne ment? Úristen, nem ment el itt a, neki ment a pótnak, mi? Ja, jó van. Jön a vonat. És figyelj, már 58%, 69% a izé, cucc. Az már izé, mi? Dura volt a javalbum. Ránk sötétedik, akkor még nem látunk semmit majd. Na jó, nem tudom ezt. Meg kell nézni, meddig van az ifa. Ezt komolyan mondom, ez nem tudom, nagyon nem érzem. Nem olyan, mint ha neki mennénk? Figyelj, azt nem megyünk neki. Nem érzem ennek az ifának a izéjét, a szílességet, meg ilyen hülyeséget. Bazd meg.
Gyerekek, komolyan kikapcsolom a forgalmat, mert ez megint ő ment nekem, ez még tovább is megy. De ennek semmi értelme, így hallod? Meg annyi értelme van, hogy sem ennyi. Hol lehet, ki lehet ezt kapcsolni? Mert megvadulok. Régebben ki lehetett, nem? Majd megnézzük, gyerekek, de ettől hogy fasz kapok? De nem érzem, hol van az ifa jobb oldala. Na érzésem van, milyen kerítés súroljuk. Ez közben meg nem, figyeled? De nagyon nem érzem, gyerekek, nagyon nem érzem ezt az ifát, meg kell tanulni. Az MTZ-ben jó volt, középen ütünk, mi? Siessünk már, mert már 84%-on van a izé. Munkás. Nagyon, nagyon para. Hát most vagyunk szerintem kb. Az utcélén. Ha még ott se, és tök olyan érzésem van, hogy ott az oszlopokat viszi. Mari, szavaz! Mit csináltál? Nem mám nekem jöztem meg az anyád úristenit. Az anyád úristenit az nem csúnya köszönés. Mari! Hogy nagy szép fene, vigyed a lábikókat. Szépek a lábaid, Mari, csak rossz helyen tartod őket. Ismeritek ezt? Ó, annak a nőre nézzetek. Kigyütt a nyár, micsoda gatyába van. Rávágok a valagadra. Té. Vaj, ott a farmeros is, nem hiszem el, mindjárt rosszul leszek, gyerek. Jó csajok vannak itt. Befordulunk az ifával, szedjük alá. Hoppa, hoppa, el kell férnie. Nem félre. Na jó. Jaj, 96%, hallod? Érted? Érzed? Kell egy csomót ide hordanunk, gyerekek, hogy megbazdagodjunk, mi? De jó néz ki, figyeld, még porzik is, ez de jó. Jaj, 100%, nem hiszem el. Nem tőző, jó, ezzel egész jól tolattam már, ezzel fogadjunk már, belekeveredek. Törjed, mama, törjed be, törjed be, törjed be! Törjed be, törje! Hú, a gyerekek. Vajok lesznek, érzem. 33-10%. Mari, vigyázzál neki, mert leveszed a festést az ifáról. De! Nem tűnsz innen. Gyerekek, kerék közé veszem mindjárt a... Ojoj. Na, ezt ne csináld utánam a farming szimulátorba. Gyerekek, nagy gazzel megy. Húúúú, te fiú! Ne légy hülye. Jó van, itt már megy, nem? Azt a betyá, még jó, hogy itt nincs forgalom. Na. Szóval 100% mind a kettő. Mindjárt rájuk nézek. Hoppá, erről beszéltem, gyerekek. Nagyon ki van számolva. Hol a másik? Nem látom a másikat. Ja, ott az már előbbre tart, aha.
Jó, az addig el tud menni legalább. Valamit kis, nagyon kicsit nyerünk rajt. Úgy nagyjából jó kiszámoltam, azért annyira nem. Ezt jövünk vissza idejével, Zifával nagyon gyorsan. Olyan be van borulva, gyerekek. Nem olyan, nem lesz eső. Mennyi, Rozi? Nyomjad neki. Vaj, de jó az a csaj, oda nézzetek. Hájjál meg. Szia, baby. Úgy tekeri a fenekét, hogy leveri a festéket a falról, ami mellette megy. Induljunk. Kicsit nehezen veszi fel a fordulat. A kuplungos a Verda. Nem nagyon akarja elkapni. Na nyomod a gáz neki, de még nem indul. Csúszik a kuplung. Na azt küldjük neki, gyerekek, ezt a forgalmat, meg nem tudom ki lehet kapcsolni, de majd... Az megcsúszott a izé. Szerelvény. Ja, nem tudom ki lehet kapcsolni, majd nyomok egy F-et. Amikor mindig überlag, amikor felkapcsolod, mi? Meg amikor le. Ez ilyen tipikus izé, Farming Simulator 15 dolog, mi? De figyeljetek, vettünk egy ifát. Ó, mekkora fölhők, fekete fölhők vannak, oda nézzetek, úristen. Mi az? Jó, gyerekek. És megy nekem a világításom? Megy, hát. Kapcsoljuk ki. Magyar zászló van. Ja, ott vagyunk. Föl a solompóval, jövök! Pont jó lesz, pont jó lesz, pont jó lesz, pont jó lesz, pont jó. És nincs forgalom, jaj, de jó. Itt nem, semmi baja nem lesz. A izére kell figyelni, ugye. A zsinen átkelésre ott sebződtünk meg. Nem, megint itt sebződött 2%-ot, de hogyan? Legyorsuljuk a vonatot. Gyerekek, nézzétek! Megvan az izéje, a baja az ifának. Nem terepes, nem szereti. Pontosan akarom, hogy nehogy összetörjem. Jó. Na, azt mondja, hogy 100%-on van az első. És akkor ürítjük a következőt is. Jók vagyunk, gyerekek, jók vagyunk. Ezek olyan hangosak, ezek a forsitek, mint az atom. Legalábbis én itt elvegyek, akkor alig hallok valamit. Látok, lehet, hogy jobban be van állítva a hang. Az igen, ezt láttátok ti, hogy rendesen ide elkezd driftelni, basszus, az az ifa. Ennek az ifának a topadása nem van, nem valami nagyon kira. Ahogy így elnézem. Vissza kéne szednem ezeket a pótkocsikat. Aztán akkor 3 póttal megyünk maximum. Megtöltjük mind a 3-at, bár ott biztos, hogy a Kovács Józsefnél majd le kell egy kicsit kapcsolgatnom róluk.
Ugye, és megyünk a kombájnokhoz. És ezt ráfogom akkor a harmadikat is. Ráfogom! Na tudom. Érdemes ott játszani, gyerekek, komolyan mondom, megtanultam tolatni forgózsámolyossal. Eskü gyerekek. Mindig ez nekem marhára nem ment, azt tudjátok. Viszont basszus, ezt most már elég nehezen akarja vinni. Szegény ifa, ide megkotlik, amire sikerül neki ezt megoldania. 41%. Vagyunk mi? Az elég jó. Már 41%-on vagyunk, és 3 póttal megyünk. Jó, szerintem itt is vagyom, mert eddig csak nem jönnek el. Megnézzük, hol vannak. Hát de, itt ebben az egyenesben biztos megtelenek már. Jó, akkor menjünk. Lemegyek erre az egyenesnek a sarkára, azt eddig szerintem el se jutnak. Na, közben csináljunk más is, srácok, mert ez így kevés. Azt itt hagyom azt a izét. Ezzel meg akkor elmegyek szerintem kultivátorért. És meg lesz a rába, akkor nekiállunk ihátárcsával melóssal dolgoztatni. Mi meg ugye kiúszkodjuk kultivátorral 80-as MTZ-vel a maradékot. Széleket, tudjátok meg ilyesmi. Ledüllőzünk. Az a baj, rengeteg jármű meg van hibásodva, azokat is javítani kéne, csak annyira szeretném már azt a rohadt rába stegert 240 ezerért, mint az állat. Melyiket vegyük meg? Írjátok meg, melyiket vegyük meg, a dupla kerekesed vagy a simát? Ez annyira kellemes ez a gép egyébként. Ja, dupla kerekes rábosteiger, vagy pedig a sima? 10 000 a különbség, úgyhogy nem egy nagy cucc. Hozom a izét. Lehet, hogy meg is csinálom akkor a szélét, tudod. Meg az ilyen nagyon szar helyeket. Nincsen izé, nem? Nincsen benne valami hiba abba a földbe, mert akkor le is tudnám izélni, szántani, ugye? Az olyan helyeket, amik nagyon szarok. Jó az az MTZ. Nem találtam meg azt az etort, amit régebben használtam. Annyira szerettem. Ilyen halál pontosan irányítható volt, meg mit tök jó volt. És nem találom meg azt a modot. Kipróbáltam, vagy 10 etort, minden egy jót van. Na nézzé, az a régi etort, nem tudom, valakinek ha megvan, akkor linkeljen már be. Amit használtam még a régi FS15 sorozatban ugyanezen a mapon. Megyünk a kultiért, ugye? Hát ezt a földet most ugye ezen kezdtünk, ezt most hagyom. Itt nagyba fogunk gondolkodni, nagy földek. Össze is fogunk szántani valószínű földeket, hogy minél nagyobb legyen. Ugye, be fogok rakni egy megát, legalább egy megát, klassz megát, ugye? Majd nagyobb vágóasztallal, viszonylag sok pénzért, azt, hogy ki tudjuk termelni, mit tudom én, ilyen 500 ezerért. Ne az, hogy ki tudjuk termelni, hanem az, hogy jó nehéz legyen kitermelni inkább. Hol a kultim? Ja, hogy arra áll, jó van. Na mehetünk. Na oké, gyerekek. Ezt neki is állok kultizgatni közben. A szélét. Rába meg majd csinálja a közepét. Gépi munkással, nagy ihával. Utána meg izébe vetünk. Ugyanígy. De jó lenne az etor meg lenne. Az UTB megvan most, arra nem akarok költeni. De az etor az... tetszene. Lassan, mert mindjárt megyünk. 90 körül elindulunk. Megtöltjük a izéket, a pótokat, azt eladjuk.
Hű, jó nagy ez a kultivátor. Még jó, hogy ránéztem. Szerintem össze ide csuktam volna egy-két autót. Szép. Szép ez a kulti. Ez a tipikus. Ez az MTZ, ez meg fenomenális szerintem. Ez a legjobb, amit eddig láttam. Csak az a baj, 80-as ugye. De egyébként néztem ilyen húzást ugye 80-as vs 82-es MTZ-vel. 80-as simán ugye fogta. Mert az a baj, hogyha egymás ellen húznak, mondjuk, jó, oké, azt aláírom. Ugye akkor az van, hogy első kerék a levegőben volt, szóval sokat nem ért a 82-es az összkerék meghajtásával. Ahol egyenes, ott nem akarom, hanem ilyen nagyon... ahol ilyen nagyon furcsa, ott kezdem el én kultizni géppel. Mondjuk lehet, hogy a Rábát meg kéne várnom, aztán akkor inkább azután, amit elhagy. Kár a gyorsúlyt nem tudok rakni. Jó van, ide félre is állok. Gyerekek, ezt megint kiszámoltam mi, hogy hova fogjanak érni. Onnan nézzetek. Majdnem pont ide. De nagyon nagy az a terület. Szeretem, a 100%-ig megtelik csávó, mert akkor ugye nem akar nagyon tovább menni, mert megvárja, még üritek. Ez mi az a fás rész ott középen? Vagy mi van ott? Van benne valami fa? Azt lehet, hogy ki kéne vágni, azt elszántanom inkább akkor megcsinálni azt, venni egy láncfűrészt, meg egy valami ízét. Látjátok, ott van egy ilyen benyúlós pás rész, azt ki lehet meg ki kéne írtanom. Ez is megtellett, jó van. És igazából, hogy fogok állni? Jó van, jó lesz. Ja, megnézem azt a fás részt, azt ki lehet, hogy kiírtjuk, meg megszántjuk. Jövünk a dutrával, majd azzal megszántom. Hú, gyerekek, azért erre szerintem még férne egy adag, nem? Úgy elosztva. Hát, lehet, hogy nem. És ezt akkor el kéne vinni. Csak. Jó, elvisszük gyerekek, eladom az összeset. 75%, ez van. Na ez a rész, ez mi a szar itt? Itt középen. Mi ez a széle? Jó, akkor nincs vele gond. Viszont van benne valami luk. Azt láttam az előbb. Ó, itt ki kéne mennem. Na kimegyünk odébb. Gyerekek, alig akar elindulni. Komolyan mondom, szerintem megrúg be ezzel. Nem. Az előbb megrúgott, de most nem. Ennyi malvoz. Ez nem akar elindulni, szóval gyerekek, három vagy két pótta. Meg rendesen ízé, mintha driftelne egy picit. Kivegyünk az útra. Eladjuk ezt a cumót. Ne, megint nem kap fel a kerék. Gyerek, hogyha nagyon izébe vagy, nem kap fel. Nem magas a patka lól. Nagyon faszol, nem kap fel a kereköm. Na, végre te Isten. De van baj ezzel az ifával. Magas a patka, nem? Ilyenkor benne le a sorompó, mi van? Ketté vágja a szerelvényt.
Nem szabad levenni az aszfaltról. Ezt a három póttal nem megyünk ám be. Vagy kettő póttal. Kovács József, ez már kicsi az udvara. De ezzel szerintem fölmegyünk közel. Mennyivel? 24 000? 1500-at adnak érte, ugye? Akkor ez mennyire lesz? Ja. Fölmegyünk több mint 100 000-re. Parázok ám ezektől hülye autóktól. Teljesen irreálisan viselkednek. És már gyere menj innen az anyád, úristen itt. Ja, átnézem azt a területet, nem kell valamit szántani a közepén, meg nem lehet valamit kivagdosni. Láttam, vannak ilyen izék, ilyen foltok benne, de lehet, hogy villanyoszlop, azt meg nem igen szokták kivágni. Egy magas feszültségű oszlop, meg ilyeneket beraknak ki. Meg kell jegyeznem, hogy mondjuk az ablak törlőnek ott a púpja kezdete, az az utcé, akkor megyek az utcére, és akkor így jó, mehetek nyílgázban. Kicsit para van. Mert tolja nagyon ezért gépet. A pótkocsi. Kihagyjuk a izén. Ó, te Máriám. Aj, ne! Most hagyd abba. Jó, gyerekek. Itt hagyom, aztán akkor üritek úgy, hogy ezével ezzel kettővel, azt az visszajövök érte. Ezt tudom csinálni nagyon gyorsan. Úgyis itt kellett, vagy le kellett volna akasztanom. Nem tudnék van, a csajok figyelje, ketten mennek már. Az anyját a két szentségét. Mindig pont ilyen nagy ívbe akarok befordulni, ezt nem nagyon tekeredik ki az ifakereke. Vissza kell mennem azért a fótér. Szólóba majd. Nem jó. Rakodj már ki, more. Még mindig nem. Ne szórakozz el velem. Na végre. Na jó, be kellett húznom. Az álmom egy nyerges ifa, gyerekek. Vagy valami nyerges szállítmány. Azt kell majd venni, aztán akkor nem kell tökörészni ennyit a izékkel, ilyen verdákkal. Most ezzel most megszenvedek, mire kijutok. Ez biztos, mert nagyon, nagyon betörtem. Itt lesz az... Kezdődik megint a szívás. Marhára be van törve. Na, ez most feladja a leckét. Körbe valami. Gyerekek, lehet, hogy meg kell fordulni. Most innen már abba gondolkodok, hogy visszatolatok, és megfordulok így. Így.
Kimegyünk egyenesen így. Ezt megint visszatolok. Az, az, az. Na, valahogy így akartam egyébként, csak most itt aztán kihatszhatom ezt mi. Gyerekek! Mert ez nem a kapuba vége lesz a bulinek. Még a végén megoldottam, beszarok. Megfordultunk be ezzel Kovács Józsinak az udvarába. 15 tonnás sportkocsival. Ó, oh, meg sikerült oldani. Egyébként persze nem 15 tonnás ez. Menjél innen oda, mész, milyen az izé. Azt hittem, bazz, Skyline. GTR. Na viszom. Gyere, gyere tökömre rá, járja rá. Kollega. Három potta gyerekek, ezután nem közlekedünk. Kösz, most nem hiszem, hogy berak mögém egyet, hallod? Megőrülök ezektől a forgalmi. Miért oda jár? Miért kell rájárni a pöcsömre, bazze? Meg itt izéjek, nehogy ám hátra tudjak tolatni, köszi szép, tök jó fej vagy, oda nézzé. Kösz 46%, menj a francba, hülye buzi. Még gyere közelebb, még, gyere, persze. Úgy van bazd meg, az meg neki megy a portkocsinak, kösz, tök jó, nagyon imádom a forgalmat, nagyon imádom. És még mi a tökönbe akadt el bazd meg, hiszen nincs is ott sehol. Rúg az ifa, bazze. Komolyan mondom, megőrülök, eladom ezt a sportkocsit a pi... Mi az, hogy érted így megáll, érted közvetlen... Hogyan? Figyelj, állj! Lesetúzol, figyelj, bejön, érted, egy méterre a seggedbe. Ez ne legyél ideges, érted. Te jól csinálsz mindent, jó, oké, neki mentem a táblának, hosszú volt a szerelvény, szedbe jött a kocsi, de... Nem lett volna ez a probléma, hogyha ezek a sok sügér izé nem menne állandóan neked, meg minden ilyen problémát nem csinálna. Megnézem, ki lehet-e venni őket, mert megőrülök tőlük, komolyan. Ez meg nem üritám, csak hogyha bemész izébe, bazd meg, genyába. Nem ürit, itt se ürit. Itt hál' Isten, na jó, pont ki van számolva, bekövernem a izébe, hangárba. Pajtába bemegyek, akkor ürit. Na mennyi meg arrébb? Jó, hogy itt nincsen forgalom, ide bálna egyik innen-onnan aztán vége lenne mi. Szavasz Mari, te meg mennyi innen, mert rávágok a hátadra. Te Isten. Gyárékék! Elsőbség adás, kötelező. Meg volt. Mindjárt jön az éjszaka. Olyan sötét lesz, mint a pusztul a gyerek. Megint 100% érted a időt. Hitten tököltem el az időt ezzel. Három póttal semmilyen körülmények között nem fogok jönni többet. Az hóciher. Vagy mármint kettő póttal. Mert attól infarktust kapok. Jó nyerges kamasz köllöd volna. Csak mondom, az meg túl drága, tudod, most az... Nem rakhatom be 20 000-ért. Azért egy nyerges, az nyerges.
Most ez miért nem akadt fel? Hát csak jó volt ma. Bementünk a bokorba is, jó van gyerekek, megint behetünk kezelni, üríteni. Jengi jön a hülye, figyeld! Úristen. És a most jövök rá különben, itt most már tuti, hogy ezek a pótkocsikat, ezek nem figyelik ezek a csávok. Mármint így néz, és akkor téged így figyelnek, de a pótkocsijaidat azok már szarnak rá, hanem neki durrantanak. Jaj, Istenem, komolyan! Ezektől kell rettegni. A játékidőnek az 50%-át azt tölti ki, hogy itt a szívrómot kapsz ezektől a hülyéktől. Meg törik össze a verdádat. Jó, de megnézem, ki tudom megkapcsolni. Meg megnézzük azt a területet, amit... Jaj, ne! Hogy nem tudjuk kiszántani, várjátok, amíg a izé van. Megnézem itt ezt, hogy hogy van. Elvileg itt vannak lyukak ebbe benn. Nincsenek? Ez ilyen full egybe van. Nem, ott az elején vannak. Vagy azon a felén. Megnézem, hogy mi van ott. Ja, egy oszlop van benne, mi? Az oszlopot meg nem kéne kivenni. Ja, ott egy oszlop benne. Ez nem olyan gond akkor. Itt viszont van egy ilyen nagy kanyar benn. Ebből itt ki lehetne írtani a fákat, nem? Ez az fölösleges. Úristen, mekkora ez a föld, gyerekek. Hatalmas. Teljesen jó minden. Hát ott van benne egy ilyen... magas feszültség, azt meg nem bántjuk. Ez hadd legyen. Ja, itt is ott a magas feszültség, úgyhogy akkor nem írtjuk ki. Viszont oltári sok izé kell, sokat kell itt gürcölni, elvinni. Legmesszebb lévő föld, ez a legnagyobb probléma, ugye. Hát azt nem megyek, lejárom egyből. 9.48.14, na. Nem ám jön a vonat. Oké. Megyünk üríteni. Szerintem a következő részben meg lesz a rába. Ez tudko. Kukorica veri az ablakot. Mori! Jaj! Kicsit drifteltünk egyet. Nagy kombájnok kellenének, ugye? Mindenképp rakok be klassz meg át. Ezt mit tudom, lehet, hogy nem izé lesz, nem 500 000, hanem mondjuk 250 ezer az is. Ezt kettő darab klassz megával azért lehetne itt durrantani a földet, mi? Ezért kéne tölteni, nem a másodikat, de mindegy. Hát ja, harmadikat kéne tölteni. De mindegy, a másodikat is megtöltjük. Csak nem egyszerre fogom vinni őket azután.
Jó van. Nem olyan rossz a helyzet, mint amennyire látszik, de iszonyatosan lassan jön a pénz. Rá most tegernek úgy fogok körülni, basszus, mint majd a farkának, abban biztos vagyok. Aj, meg egy klassz megállnak gyerekek, azoknak fogok körülni komolyan. Lesz itt, kell itt még küzdeni bőven. Egyébként van még egy ilyen marha nagy föld, amit egy ilyen kukorica. Itt jobb oldalt fönt. És az a jobb oldalt fönt, ott a izai birka vagy micsoda alatt, az viszont, az is majdnem, hát fele ekkora. Viszont ez közel lett volna ugye, eladási célzattal. Mindegy. Meg van izé is. Van ilyen jó sáros izé is, erdő bal oldalt fent. Azt is kéne majd csinálnunk. Na, az megint érdekel. Úgyhogy azt lehet, hogy tolni fogom. Na, ezért azt meg kikapcsoljuk ezeket az autókat. Ifa. Ja. Jó van, srácok, szerintem elbúcsúzok. Aztán akkor folytatjuk a kövi részbe. Hát kövi részre csak meg lesz már a Rábasteiger. Meg lehet, hogy neki kéne után... Hát, ja. Viszont föld... Ezt be fogom vetni ilyen izével, repcével, ezt a nagy földet, és abból rengeteg pénz ki fog jönni. Meg ugye akkor lassabban is telnek a kombájnok. Viszont ugye több pénzért tudjuk majd eladni a repcét. Nyomják ám, nagyon jó az autó kombájn mód, mi? Na jó van, skacok, köszönöm a figyelmet, innen folytatjuk. Hát írjatok tippeket, hogy szerintetek hogy lehetne még megnyomni egy kicsit a pénzt. Nem akarok semmi trükköt, nem akarok semmi, hogy kevésbe kerüljön, nem akarok ilyenekkel élni, hanem azt akarom inkább, hogy valami jó hatékony gazdaságot kialakítani, ugye. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek, császtok!